éppen egyik legnépszerűbb műsorszámát, a Reggeli Torna című Ránki Hárs szerzeményt próbálja a kecskeméti Csiribiri kicsinyek kórusa. Nem akármilyen irányítás mellett, hiszen a mindössze 8-9 éves gyerekeket az operakar igazgatója Csiki Gábor vezényli. A gyermekkor ezt a lehetőséget 2019 májusában nyerte el az Erkel Színházban rendezett dalárnapon, ahol amatőr kórusok léptek fel az ország minden tájáról. Csiribiri kórus egy évvel ezelőtt alakult, és rögtön belevágtuk egy nagy dologba a fejszénket, beneveztünk a dalárünnepre, és egy ilyen pici gyerekeknél, 8-9 éveseknél ez nagy dolog, hogy megszervezni, felutazni Budapestre. A dalárnap az operában több évre visszatekintő hagyomány, de 2019-ben először versenyt is hirdettek a résztvevők között. A legtöbb internetes szavazatot gyűjtő kórus jutalma az lett, hogy az opera énekkarának vezetője dirigálja őket egy koncertükön. Most legyen hozzá, nagyon szükség! Ez egy embertő. Nekem nagyon tetszett a Reggeli Torna, és szerintem azzal nyertük meg, és nekem igazából nagyon tetszett, és amikor megtudtuk, hogy megnyertük, mindenki örvendezve felállt és tapsolt. Sosem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor bejelentettem, hogy ők nyerték meg, és egyszerre 80 gyerek felvisított a nézőtéren, és ünnepelte a lehetőséget. Én egy picit megijedtem, hiszen azt hozzá kell tenni, hogy én még sosem dirigáltam gyermekkórust. A Csiribiri kórus a kecskeméti Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában működik. Itt került sor a nyeremény beváltására. Csiki Gábor karigazgatót iskolájuk ünnepi Kodály hangversenyére hívták vezényelni, ahol a műsor meghatározó részét Kodály művek alkották. Az esti előadás előtt kórusnak és karmesternek egyetlen próba állt rendelkezésére összehangolódni. Alaposan megtanultuk a darabokat, és utána elmondtam nekik sokszor, hogy bármit csinál Gábor bácsi, ha fejen állva vezényel, ha háromszor lassabban, ha ötször gyorsabban, ha nem csinál semmit, csak nézi őket, akkor is el kell tudni énekelni. A szemükön láttam, hogy nagyon örülnek, mert ők már fél éve ezt várják, hogy eljöjjön a nyereményük, méghozzá Gábor bácsi. Nagyon féltem attól, hogy ha nem felelek meg ennek a kihívásnak, amit egy gyermekkorussal való muzsikálás támaszt, akkor csődöt mondok. Tehát ez bármennyire nyereménynek tűnik, számomra egy nagyon nagy iskola. Az előadás azt igazolta, hogy mind a gyerekek, mind a vendégkarmester sikerrel feleltek meg a kihívásnak. Koncertjüket itt és most maga Csiki Gábor, a Magyar Állami Operaház kórusának karigazgatója vezényli. Teljesen ugyanolyan volt, mint Léna néni, de nekem teljesen jó volt, és értetően vezényelt. Gyerek mindenre abban a pillanatban reagál, és mindenre háromszoros következménnyel reagál, mint egy felnőtt ember. Ha megsértem őket, ha valamit nem úgy mondok, akkor ez a bizonyos kapcsolat, én úgy gondolom, hogy abban a pillanatban elvész. És onnantól kezdve már nem őszinte az együtt muzsikálás. Ez hál' Istennek nem történt meg. A jutalom azonban nem merült ki ennyiben. A koncert záró akkordjaként a zeneiskola többi kórusának tagjai összesen több mint 200 tanuló adta elő együtt Kodály a Magyarokhoz című Berzsenyi Dániel versére írt kánonját, úgy szintén az opera karigazgatójának vezényletével.